Csákvári oldalon Visinka Ede nem változtatott a kezdő 11-en a legutóbbi soroksári győztes bajnokihoz képest, a vendég Békés Csabánál viszont a csapatot sújtó sérülés hullám miatt csak 5 cserejátékos tudott a padra ültetni Schindler Szabolcs vezetőedző. Ezzel együtt a vendégek kezdtek aktívabban, a 10. percben egy lepattanó labdával Pantovics léphetett ki, a hazaiak kapusa Markek Tamás azonban kivetődve menteni tudott. A 17. percben jött az első hazai lövés, Madarász beadása Csatót találta meg, lövése azonban egy védőn felpattanva Ribánszki zsákmánya lett. A 22. percben Pantovics 16 méteres csavarása került el a csákvári kaput, majd egy perccel később Mim Gergely bombázott a keresztléc fölé. A félidő közepén főleg a viharsarkiaknak akadtak helyzeteik, a 27. percben már is húzta meg a baloldalon, de Markek ismét jó ütemben lépett ki a kapujából. A csákvári kapusnak a 29. percben Hursán szabadrúgását, majd Szalai éles szögből megeresztett lövését kellett kiütnie. A félidő hajrájában aztán a hazaiaknak is akadt zicserük, előbb Baracskai középre lőtt labdájáról maradt le centikkel Major, majd Madarász visszagurítását Mészáros Dávid lőtte kapura, a játékszer azonban az egyik védőről kivágódott. A második félidőben sokáig eredmény nélkül gyűrték egymást a csapatok, a 63. percben aztán Ribánszkinak akadt dolga, Dajcs lövését ölelte magához a Békés Csabai hálóőr. Egy perccel később jött a válasz, Pantovics Babinyec összjáték után utóbbi középre tette a labdát, a lendületből érkező Tóth lőtt is, ám Markek óriási bravúrral védeni tudott. A 68. percben Mészáros Márk kaput alig elkerülő szabadrúgásával veszélyeztetett a csabai alakulat, majd két perc múlva egy szöglet után kerültek helyzetbe a lila mezesek, igaz Pantovics lövését és Markek újabb védését egy Csató ellen elkövetett szabálytalanság előzte meg. A meccs hajrájában is inkább a vendégek előtt adottak lehetőségek, a 86. percben Farkas kiuratása után Gréci kerül zicserbe, Markek eszén azonban ő sem tudott túljárni, így és ismétlését pedig Csató fejelte ki a gólvonal előtt. A 87. percben Hursán fejesét védte Markek, majd egy perccel később újra ez a párosítás került főszerepbe, Hursán ezúttal lövéssel próbálkozott, ám Markek kapufára tolta a labdát. A jó kapusnak szerencséje is van tétel, pedig a kipattanónál bizonyosodott be, mivel a labda épp a csákvári hálóőr kezében landolt. A vendégek kihagyták zicsereiket, a csákvár azonban nem, a 89. percben Kocsis szöglete Mim elé vágódott, aki azonban eltörte a labdát. Az viszont így gólpassz lett a csereként beszálló Nándorinak, aki kapura fordult és kilőtte a hosszú sarkot 1-0. A 92. percben a bal oldalról indulva Kocsis cselezte magát helyzetig, első lövése Ribánszki mellkasáról jött ki, fekve leadott ismétlése pedig elkerülte a csabai kaput. Újabb helyzet már nem alakult ki, a lehetőségeivel jobban sáfárkodó Akvitál FC Csákvár 1-0-ra nyert a Békés Csaba ellen, és a Merkantil Bank Liga MB2 élére állt.